neki jó víznek. Igen, de mikor meglátta a víztükörbe, akkora írbontalan filen van. Bánatába így kiáltott. A szamárságnak első szava ez volt. Ez azonban szonnyúságán nem segítte. Belégázott át a vízbe, se reagolyót, hogy ígyunk. Akkor lássam, van neki ott hátul még más is. De azonnak úgy még örvend, de... Most mondtam. Később összefoglalnak. Jó neki! Én azt mondom, irítlem őt! Milyen röviden el tudtam mondani, hogy van neki egy nagy bálata, és egy hatalmas öröme. Később aztán kancsák is mondogatni kezdték. Vajon nem tudják, mit beszélnek? Vajon? Előjáró beszélnek, ezt gondoltam ki. És mivel megjártam, mondok még egyet hozzá. Az alatt kiki létrejön. Az otthoni bánatot otthon hagyja. Hát az meg így szó. Az egyik gyergyai favágó a másikkal együtt ellépett az erdőre, fájt. Nyesik a fát. Egyszer az egyik az alkatilag kíváncsibb. Felszól. Mondom, hajnali kőbe. Te miért nem hordod a files sapkádot, ember? Vágják a fá, zuhan a fa. Délben válaszol a kérdezik. Azért nem hordom a files sapkámot, mert a múltkor balesetén tűnt. Csapod a balta, nyitog a fűrész, zuhan a fa. Késő délután a kíváncsi felszólal. Neked milyen balesetet történt a múltkor, hó? A hó azért volt, mert már odább fog. Milyen balesetet történt a múltkor? Nyesik a bogot. A fa elindult, súptunk! Nap szentület után válaszol a kérdezett. Neki olyan balesetet történt a múltkor,